Oh boy! Srácok, hello! Furcsa videó, furcsa haj, furcsa Gergő. Először is 21 óra 37 perc van, amikor ezt a videót elkezdem. Bocsássatok meg a hajamat, rendeltem múltkor egy kék hajzselét. Nem ajánlom! Ilyen retro kinézetet ad a hajadnak. Igaz, kék, borzalmas. Amúgy illik a Tutti Juice-hoz. Na hát, ha már ez az egy dolog van. Szóval, kérdeztétek, hogy Gergő, mi van? Miért jelentkezel be így nekünk random időpontba itt este, mint látjátok, láttátok az időpontot, 4. hó 25-e van este. Hát ezért, Valorant, Valóriáns, Valéroá. Nem, így senki nem mondja. Nem tudom, annyian kértétek, hogy próbáljam ki, Dávid is ajánlotta, hogy próbáljam ki. Kipróbálom, toljuk neki. Annyit tudok a játékról, hogy nagyon hasonlít a Cségóra, nem Battle Royale, 24 kör van benne, és be kell írnom a Riot ID-mat. Amíg betölt és vagy háromszor úrrendel a játék, hagyd mondjam el szerintem a legtöbb kérdésetekre a választ. Hogy szerezted be? Úgy tudjátok beszerezni, srácok, a Valorantet még a megjelenése előtt, hogy a Twitch accountotokat összekapcsoljátok a Riot accountotokkal, és utána Twitchen Valorant streameket néztek, engem is nézhettek, gyertek twitch.tv/JanosiGergo, én is valószínűleg mostantól fogok egyszer-kétszer Valorantezni, úgyhogy gyertek, kövessetek be. Micsoda, újra kinyitom a gépemet! Második kérdés, hogy tetszik a játék? Még ki sem próbáltam. ez most az első reakcióm a játékra, és az, hogy lesz-e, harmadik, lesz-e belőle még gameplay, az teljes mértékben azon múlik, hogy most mi lesz az első benyomásom, tovább, hogy nektek hogy tetszik, úgyhogy jelezzétek egy like-al, vagy egy dislike-al. De még egyszer, hogyha szeretnétek, akkor fogok belőle streamelni, hogy esetleg ti is megszerezzétek, mert teljes mértékben ingyen úgy tudjátok beszerezni, hogyha néztek Valorant streamereket Twitchen. És a negyedik, hogy most miért van videó Gergő, ugye nálam minden nap 18 órakor van videó, de azért néha teszünk egy kis kivételt is, hogy napi 2 videó van, úgyhogy ja, ne felejtsd el minden nap 18-kor lecsekkolni a csatornát. Szóval, üdvözöllek a Valorantban! Köszönjük, hogy segítesz tesztelni! Köszönöm szépen, hogy kaptam kulcsot! Szó! Jó a zene. Van benne kés... Welcome to Valorant. Name's Brimstone. Szóval, végig fogjuk nagy részt csinálni ezt a tutorialt. Wow. VASD. Oké, ez azért menni fog, köszönöm szépen. Aki esetleg még nem nézett tutorialt a játékra, vagy hogy mint mennek a dolgok, annak ez most tökéletes időszak. Kicsit hasonlít ez a map a Human Fall Flatre. Igen, látom még. Ide? Hát azért ugrani még csak tudok. Mivel megyek le? Kontrollal? Azt nem is írta. Mindegy, rájöttem. Oh. Jobb klikkel is lövök? Mind a két klikkel jövök? Ezzel is? Oh. Oké, okay, two... Ah! Hű, de össze-vissza spray-el ez a dolog. Out of charges. Ah, kaptam egy fegyvert. Szóval, hogy a jobb klikkel nem na azért. Most már célzok. Ez már is jobb. Ez már is jobb, viszont nagyon furcsa a recoil. Nagyon-nagyon furcsa az, hogy lövök is máshogy van. Talán, hogy nem a C-vel googolok. Azt az eget ez, hogy spray-el ez a fegyver. Vagyis nem a fegyver spray-el. Meg hogy nem kell lenyomva tartani a shift, a mi az a jobb klikket. Oh! Oh! Oké, let's go, great work. Okie dokie. Ide jövünk? The next bot can't see you, but it will hear you. Walk slowly so it doesn't detect your footsteps. Várjál, nem lát. Then take it by surprise. Aha, a rögtön ide fordult. Shift, el kell oda menni. Szia, haver. Hogy vagy? BOM! Try out some different guns on these targets. Szóval ezek itt is vásárolni kell, mint a Cségóban. Ugye ez nekem furcsa lesz, én mindig is kodos gyerek voltam, úgyhogy itt egy kodos Gergő. Csipa. Milyen itt a csipa? Ezt most kidobtam? Mivel nyitottam ezt meg? P. Oké. Wow. OP csipi. Igen, az aimet egy feljebb kell ezt venni. Feljebb kell ezt venni az aimet, mert nagyon lassú az egér. De amúgy ez a csipa nagyon adja!
Meg át kellett szállítanom nekem a célessze guggolás mindig is. Tudom, hogy ez más játék, más. Ez a csipuska? Oké, okay, ide jövünk a skill testhez. Na. Ó, igen, pontosságot. Body shots do less damage and leg shots even less. They'll despawn quickly, so see how many you can get before the timer runs out. Egy. Oh. Okay. Figyelek. Gyors vagyok. Gyors vagyok. Nem vagyok gyors. 16! Figyeljetek! A statisztika szerint... Bravi fík! Pont. Okay. Micsoda? E? Wow! A fiúnak íja van! And there they are. Use your intel to take them out one by one. Ez nagyon menő! Head is a device called the spike. It's how the enemy steals our radionite. Ez nagyon menő. Szóval, ugye amiben ez a játék más, mint bármelyik lövöldözős játék, az az, hogy itt a karaktereknek skilljei vannak. Megadott karaktereknek megadott skilljei vannak, és azt itt lent látjátok, úgy látom, az E betűvel már újra tudunk signature ability-t nyomni. Ó, akkor ez a cségószerűség. Csak itt nem bomba van, hanem spike. Aha, nekik. Értettem. Revealing area. I am the hunter. Fire straight through walls. Try those bots. Excellent. You're good to go. Lehet ilyet? Back to the range to practice different guns and na robbanja a fe! Gyerünk, Spike! Oké. Victory Royale! Az más játék, tudom. Itt is van elmetek store, és hogyha az elején vásárolsz, akkor amikor majd elindul a játék, akkor visszakapod, sőt, még talán 20%-kal többet is kapsz tőle. Van a collection, ezeket a fegyvereket gondolom meg kell szerezni, nem tudom. Teljesen úgy magyarázok, hogy fogalmam sincsen. És azt akarom még akarok menni egy játékot. Azt mondja, hogy... Oké, okay, kezdődik a meccs. 5, 4, 2, bár számolni se tudok, annyira izgulok. Let's go. Szegény csapat, aki engem kap ki most itt az elején. Oké, okay, várj, karaktert kéne választanom, igaz? Phoenix, már csak ő van. Ó, meg ez, most használtuk. Gondolom őt használtuk, úgyhogy ki kell választani a karaktereket. És 60 másodperc múlva kezdődik is a játék. Okidoki. Ha jól tudom, ugye alapból megkapunk 5 karaktert, és a következő 5-öt állokolhatjuk, de csak egyelőre 2-t, míg a többi utolsó 3-at majd csak későbbiekben tudjuk állokolni. Szóval, let's go. Most gondolom vásárolni kell. Nincs ez semmi! Ezt meg tudom venni? Ne szórakozzatok, srácok, 800 pénzem van. Honnan szerzünk cuccot? Segítség, én nem játszottam cségóval! Hello guys, you're going for B? Aaaaah, és még beszélnek is! I'm gonna dash very fast to the window. Yeah? I'm gonna dash very fast to the window. We're winning. We're winning. Okay. Okay. Close right. Revealing area. Mutatok, ennyit tudok. There they are. Tessék. Meglőttek oldalról. Innen lő. Ah! Oké, okay, egy embert lelőttem, az le is lőtt. Jesus Christ, azt tudom, mi történik. Áááá, losztottunk. Losztottunk. Várj, lejjebb kell vennem a hangot. Oké, okay, megöltem egy embert. Már van 2500-am, királyság. Pff, csak SMG-t tudok venni, vagy egy ilyet. Kérem, szépen. Megyek erre. Hát oké. Okay. Hát nem. Nem tudom, mit kell csinálni. You know what to do. Nem tudom. Let's go. Hol van? Milyen fegyvere van ennek? One enemy remaining. Jó, egy ember. Ó, van a kés, azt hogy kell használni? I think he's clear. Milyen menő gyűrűje van? Figyelj, már rakják le a spike-ot. No charges left. Hátul! GG! Hol vannak a dudáim?
mint ha hozzátettem volna bármit is. Oké, vásárlunk. Van pénzem megint. Egyre több van, hála az égnek. Én akkor a fantomot választom. Tudok még mást is venni? Mi történik? Mi ez a sok bomba? Úristen, mi az ott a... Jó. Két embert is lelőttem! Oké. Okay. És nagy megint hátba lőjenek, mint... Jaj, ez mi? Pedig majdnem megvolt. Azt a mennyi izéje van. Figyelj, mennyi kése van, a kis kés itt. Ott van! Ő meg fog halni így. Csipázik! Ott van. Ez mi ez a fal? Jézus Mariam, ez mi volt? Egy droidika! Egy droidika megtámadott. Na, aki profi valorantos, az most itt nézhet. Egy percet töltöttem le a játékot, na jó, van az 10 is. Várjál, azt mondja, hogy 2500, ó, oh, most Ócsó János lettem. Most csak ezt a fegyvert tudom megvásárolni, semmi baj. Semmi baj. Szóval akkor tudnak itt is falat építeni, vannak guruló droidikák, akik rád robbannak. Tanulok. Let's go. Annyira el akarom engedni a... Oké. Na, azt mondja, most váltottunk oldalt, ugye 24 körös játék, és most voltunk az egyik oldalon, most mi fogunk védeni. Ha jól értettem, és... Na, várjál, figyelj! Egy ilyen, ezzel a komoly kápival fog neki indulni. Oh, figyelj! Double kill, oh-oh. Touch! Reload! ne, menj ki, haverom. Gyertek be. Szétszerem arcot, ha bejössz. Az mi volt? Jaj, ne! Oké. Okay. Ne! Oh! Szépen lelőtt, pedig most direkt nem reloadoltam, de megöltem egy olyan robotot! Ez az! Akkor szét lehet őket lőni. Thank God, a robotikákat szét lehet lőni. 8-8, nagyon fejfej mellett haladunk, és sose lesz meg a Victory Royale. Még 8 kör van. Nem rövid ez a játék, te? Vakság. Tehát egyáltalán nem rövid ez a játék. Ez az. 9-8. És már ellen nagyon-nagyon figyelek. Nótra. Az én vagyok. Úristen, mi történt? Jézus Máriám! Na, most nagyon átvettük a vezetést, lekopogom. Jó, felszedtem azt a orbot. Oh, ez az. Oh, nyertünk! Victory Royale, igaz? Tánc! Na, vélemény? Nagyon béna vagyok benne, mivel teljesen más, mint a valaha játszott játékaim. Tehát én ugye cségózni sem cségóztam soha. Úgyhogy furcsa, érdekes, nem tudom, még egyszer rajtatok múlik, hogy legyen belőle folytatás, vagy nem. Ezek nem tudom micsodák, de felveszem őket. Úgyhogy srácok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ne felejtjétek el, minden egyes nap 18 órakor új videó van, itt YouTube-on és Twitch-en pedig élőzni szoktam, ti vagytok a legjobbak, vigyázzatok magatokra, szép estét, én is megyek lassan aludni. Sziasztok!